Sziasztok, szép napot kívánunk mindenkinek. Megyünk megint egy pecázós túrára Emillel, most kettesben. A gyerekek anyósoméknál vannak, úgyhogy hova megyünk pecázni? Hát több helyszínt szeretnénk kipróbálni, mert hogyha nem jön az egyik hely, akkor megpróbáljuk a másik hely, és addig próbálgassuk, még valahol nem fogunk valamit. Így van. De most hoztam a szákot, sőt, itt vettem még egyet, mert már előtte nekem régóta megvan a szák, csak azért nem tudtam hozni, mert a gyerekek itt ültek, és nézzétek most is, itt a vége, ide be kellett rakni az utastérbe. Igen, mert nagy a bot. Mert ilyen sportszák ez. Igen. De vettem egy kisebb szákot is, majd azt is megmutatom. Meg vettünk vedret is, aminek van teteje, és nem fog összecsapkodni a hal. Így van. Úszókat, kullancsírtókat, szúnyogírtókat vettünk. Vettél azt is? Igen. Nagyon ügyes. Befújjuk magunkat. Nagyon jó. Úgyhogy tartsatok velünk a mai nap folyamán, és nézzük, hogy görbül, ha egyáltalán görbül. Nagyon szép időnk van, jó meleg van, úgyhogy reméljük, fogunk is valamit, nem csak a botot. Így van. Sziasztok! Sziasztok! Úristenem, én hova hoztál? Dzsumbújba? Dzsumbújba? Az őserdőbe? Itt biztos, hogy belém fog mászni még a kullancs. Hát azért vettem meg a vizét. A madarak mindenek el. Hát mivel erdő? Fellakadjunk az autóval. Várj, nagyon nagy lyukok vannak erre. Lassan mennyi. A gyerekek, várjatok, mindjárt meglátjátok a folyót. Egy másodperc, itt vagyunk. Már jó, hogy nem virágzik az a nyárfa. Ja, igen, mert megint oda hoztál. Mert megint nyárfa erdőbe hoztál el. Már, hál' Isten, ez már elmúlt a allergiám. Rövidre nem pecáltak itt valakban. Ehe, itt vagyunk. Itt van, nézed csak. Átszódik? Aha. Na hát szerintem itt le is telepedünk valahol. Oké. Sőt, ide betolatok hátra, hogyha jön kocsi, akkor el tudjon férni. Na, kipakolunk. Nos, Miki már be is dobja. Jelenleg nem raktunk rá etetőt. Vagy nem raktunk a kosárba etetőanyagot. Ő fenekezik. Nagyon szereti a fenekezést. Úgyhogy addig én felszerelem a kis pic botomat. Meg is mutatom nektek. Átveszi a kamerát az asszony. Köszönöm. Na. Közben bemutatnám a nagy szákot. Hogy írtátok a videó alatt, hogy szerezzek be. Hát van, nézzétek mekkora. Hatalmas nagy szák. Tényleg nagyon nagy. Csak a szállítással nem tudtam közös nevezőre jutni, de viszont ha jövünk horgászni, találtam egy ilyet a boltba. Egy kis cukis szák. Ez tényleg cukis szák. Miki ebben majd tud. És kárászok a dévét. Oly nagy halat fogok fogni, nem olyan kicsit, ebbe bele is nem fog férni. Oké, és na, ezt pedig most vettem, ez egy 4 méteres spitzbot. Úgyhogy most azt el fogom szerelni. Bemutatom nektek a felszerelési módomat. Vettünk, ott látjátok azt a két fehér nagy vödröt. Illetve kullancs és szúnyogriasztót vettünk. Nagyon jó. Vettem kettő úszót. Jelen pillanat ezt fogom használni. Ezt a széfet. Úgyhogy van itt minden nálam egyébként. Itt a kukacok. Nézzétek meg. Menekülnek. Jó, ezt ide elrakjuk, és akkor azt mondja, hogy van itt kis hálógyerekek, damiltól kezdve minden, funocsinós, úgyhogy neki is látok. A felszerelésnek úgy szoktam csinálni, hogy elsőnek felrakom rá a szereléket, teljesen, mutatom nektek. Kapászom van. Tényleg? Uh-huh. Akkor átadom, add át a kamerát. De még egy picit rántott meg rajta, lehet csak. Na, ha nagyon megrántott, akkor szóljál, és akkor átkezdem a kamerát, jó? Oké. Okay. Na, van nekem ilyen kis ütközőim, mutatom, mi ezek a gumi. Úgyhogy kap kettő pirost, tehát a legelsőnek felrakjuk, így húzunk. Mi az a méretállítása? Igen, ide fog az úszó beütközni. Tehát fel is rakjuk rá. Az nagy úszómester. Ide fog beütközni így, látod? Aha. Húzunk még egy kicsit lejjebb.
kap még egy pirosat. Így. Oké, és most jön a súly rá. Megnézzük, hogy hány gram, 5 gram, akkor 5-öt rakunk rá. Én nagyon szeretem, gyerekek, a súlyokban, mert nekem van több súlykészletem. Lássátok? Itt is van, itt is van. Én ezeket a csúszókat imádom nagyon, itt egy 5 grammos. Megnézzük az 5 grammos. Ez egyszerűbb, nem? Mi? Egyszerűbb felrakni. Igen. Jó, még nincsen szúnyog. Kicsit fúj a szél is. Fasza idő van. Szerintem csak neki ment lehet egy halazsinórnak, hogy nem tudom, valami. Beírtuk az érkezést is, hogy mikor érkeztünk a fogási naplóba, mert sajnos nagyon-nagyon nagy az ellenőrzés, régen nem volt ennyi ellenőrzés, amennyi most van. Horgot nem kötöm fel, megnézem már, hogy áll. De viszont a spichez, tehát jelen pillanat most így állunk. Így. Csúszószerelék, lássátok? Ide egy horog kell. Na viszont ide kössük a végére. Így ide rakom, kb. És akkor jön ide a kötés. De jó éles fogad van. Hát, lett volna, ha nem lett volna, nem lenne fogszabályzó rajtam. Alig tudom összehaladni. Nos, ide pedig ezt úgy kötöm fel, hogy csinálunk egy ilyen húrkot. Ó. Szódik. Na, még egyszer. Csinálunk egy ilyen húrkot ide, így. De közben átfűztem rajta. Így, és akkor ezt, nem tudom, látszódik? Igen, csak nem mozgatom. Ezt meg tud fogni ezt itt. Tehát. Nem jó. Jó, csináljuk másképpen. Csináljuk úgy, hogy átdugjuk itt. Így, megfogod itt? Meg. És akkor csinálunk egy ilyen kis fület rá, így, én így szoktam felkötni, ide, így, lefogjuk ezt a fület, és akkor itt áthúzzuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és akkor utána abba a kis fülbe visszadugjuk, itt az a kis fül, ide visszadugjuk bele, meghúzzuk, te is húzod, és akkor ez az, ezt ide szépen elhúzzuk. Micsoda kötéstechnikák. Ez az. Ez hány kilóig bír? És akkor így lesz majd, így. Már nem ebbe homály fogott a kamera. Így. Uh-huh. Ez körülbelül 6 kilóig bír. Ez egy 25-ös. Hát annál nagyobb halat biztos nem fogunk fogni. Annál nagyobbat biztos nem fogunk fogni. Hogy működik a húszó. Tökéletes. Nagyon jó. Nézzétek meg. Még egyszer bedobom, hogy lássátok. Tökéletes. Nos, tehát megy rá a horog, illetve a csali. Mutatom a horogkötést. Na, már ő jössz. Már ő jövök. Akkor a horgot raksz rá. Mutatom. Ez itt ez a kis szürke horogkocska. Ezt fogom rárakni. Ez egy ilyen kis füles horog. Na, viszont megfogjuk, átszúrjuk ezen a kis lyukon.
meghúzom. Szintén csinálok rá egy kis fült. És akkor egy, ugyanúgy, mint kettő, a... igen, három, négy, öt, hat. Hatot szoktam ide ráhúzni. Ez az. És akkor át a fülön, tehát ezen. És akkor vigyázzunk ilyenkor, mert nehogy a szánkba akadjon a horog. Mert próbálom megfogni, mert a fogszabályzó nem nagyon engedi. És akkor húzunk rá egy ilyet. Így néz ki. Látszódik? Igen. Így néz ki. A kötés. Szoktam olyat csinálni, hogy keresek egy olyan dolgot, amiben bele tudom így akasztani egy picit, és akkor jobban rá tudok még húzni egy cseppet. Ez így tökéletes. Fogjuk az ollónkat, ami pont otthon van. Kés. Igen. És elvágjuk. Segít ezt megfogni. Így, itt körülbelül. Ez az. Na hát súlyt mindig annyit rakjunk rá, amennyi az új, amennyi az úszó. Tehát 5 gram, akkor 5 gram súly. Érthetően. Jó. Most jön a csali, én megpróbálom a kukacot, közben mindjárt csinálok egy kis rendet majd itt. Te is kukacot raksz? Igen. Ez a doboz annyira nem... Azért van ilyen doboz. Tudom, hogy a környezetszennyezést akarják visszatartani, hogy nem. De nem jól zár, nem? Két gyorsan. Másznak benne. Ott szalad. De. Ebben. Tehát úgy szoktam, hogy a fejénél, úgymond, itt szoktam beakasztani egy picit. És akkor ez az így meg. Most várjatok. Most. És akkor így néz ki. A nyami a halaknak. Na, dobjuk be. Először bekeverjük majd az etetőanyagot. Olyannyira nem tudom bedobni, mert nem egy 5 méteres, hanem egy 4 méteresről beszélünk. Na de hát, és jelen pillanat így bedobom valahova, hogy legyen vízbe. Itt van egy bottartó, és nem is kell elővenni a bottartómat. Viszi a sodrás, majd kispanolódik, mindegy, bekeverjük az etetőanyagot. Vettünk vedret. És nem is volt drága az a vedre. 840 forint. Igen. Ja, és akkor várja, nem gyorsan, még el, nem felejtsen. Kullancsi szúnyogriasztó. Befújsz. Uh-huh. Jó, emelről is, nem azt. A másik lábadról, hátuljáról. Ja, megfordulok. Mondjuk. Jó, mutatom nektek a tájat. Oké, és? Most én jövök. Most csak a lábamat fújod le? Hát onnan mászik, mert... Mondjuk én is még szúnyog. Kezed kell? Hát majd még így szúnyog, most még rá. Nem van úgy, hogy azt gondolom, hogy az etető anyagot be fogjuk keverni. Amennyiben itt nem lesz kapás egy olyan órán belül legalább egy etetés hatására, akkor el fogjuk hagyni a helyet és keresni fogunk egy másikat, illetve ha ott se, akkor megint egy másikat. Úgyhogy fűzök egy kis vizet bele. Valahol csak fogunk valamit. Bele ne. Na, itt az etető. Nem vettem etetőanyagot, mivel megmaradt a múltkoriról. Van egy olyan etetőnk, hogy egy penészes. Hát mindegy, az hát a halaknak jó megeszik, nem? Nem, ez annál jobb bűnhatunk. Na jó, ez akkor megy ide be. Hova?
onnan be van itt keverve. Ja. Egybe maradt. Hova. Ide szélre kirakom. Ó, nézzétek meg meg. Fel a víz tetejére. Ne kacag már legalább te. Istenit. Majd megszívja magát, azt lesüllyed, de majd a marra. Jövünk vissza ide fel. Nem is kell lennél amúgy. Keverünk. Nem hagyjuk abba, nem adjuk fel. Nem adjuk föl. És mindent bekeverjük. Fontos, hogy nem szabad szemetelnünk. Amilyen szemetet hozunk, zacskó, pikli, olyat viszünk haza, és a kukába kidobjuk. Így van. Na nézzük. Állítólag, pont elég lett, ahogy szoktad? Pont azt akartam mondom, állítólag mindig elszoktam talán a víz adagot, hogy mennyi kell hozzá. Úgyhogy te is kiveheted a mindjárt kiveszem, mert szerintem így és nem akkor fogja megszagolni semmi sem. Nézzétek, megcsinálok egy ilyen kis gombócot, és egy pár darabot behelyezünk a vízfenékhez. És megnézzük, hogy jön a hal, vagy nem jön a hal. Én úgy érzem, hogy fogni fogunk valamit. Valamit biztos. Más nem a botot. Na, 5 gombócot fog kapni. Tehát etetés után legkésőbb 1 óra múlva nem fog történni semmi reakció a halaknak. A csalira. Akkor tovább fogunk menni. Egy kicsit azért dobom előrébb az etető anyagot, mert sodrása van. Folyó. Igen, folyó, és akkor mire leír, az pont körülbelül az úszónak a szereléknek a vége lesz. Hé, nekem hagytál. Na, még egyet, és akkor több a tied. Oké? Jó. Na, hát megfordítjuk a kamerát. Közben én megmosom a kezemet, és megnézzük, hogy fogyatott be az akkor. Vagyis neked nem beletetni kell? Nekem nem, mert nekem kosaram van. Nos, menjünk akkor. Átveszem a kamerát. Na, itt van a etetőanyag. Vettünk gilisztát is, úgyhogy van minden. Most. Mi az? Ne őríts! Ez fogott, gyerekek! Ez tényleg fogott! Na, gratulálok. Köszönöm, hogy fogunk valamit. Gratulálok, ezt belerakjuk a vödörbe, illetve... Az üzének jó, nem? Halszeletnek. Halszeletnek, mert egyébként itt erre nagyon sok a süllő, folyami csuka, de a süllő egyébként, meg a folyami az itt nagyon akkor aktívan szokott. Annyira. Igen. Tehát, igen, akkor borítok vizet, vagy borítasz te. Ha neki már, ő már fogott, gyerekek, úgyhogy már 1-0, már oda? Nyertem. 1-0. Nem kellett szák se, hoztunk 2 is. Hát ez szerintem nem sokáig fogott húzkálni. Nem. Nem, már az a helyzet, hogy ez a faj, a dévér, meg az ilyen kis keszegek, vörös szárnyú, piros szárnyú keszegek nem sokáig szoktak horog után élni. Amint megszúrja a száját, olyankor mindig történik velük valami. Na, rakjak fel? Igen.
Na hát, nekem még egy mocintár sincs jelen pillanat, de nem fog így maradni. Csinálj mert. Nagyobb eresztéket, lehet, nem? Nem tudom. Na, rajta vagy? Rakjak neked bele? Hát már, ha nálad, akkor légy szíves. Na, rakjunk bele neked is. Etetőanyagot a kosárba. És akkor mutatom nektek, hogy hogy fog kinézni. Ezek után. Belenyomjuk. Ez az. És akkor itt a kukac. Itt az etető kosár. Itt meg én. Etetővel, úgyhogy nézzük. Nem is kell nagyon bedobnom, szinte csak be kell legyintenem, mert ez nem egy tó. Be is akadt. Bravo, bravo. Így kell ezt csinálni? Igen, már fogtam két dolgot. Jön? Várjál rá. Azért. Nem is én lennék amúgy, ha... Azért kiszedem én. Két. Kettőt raktál rá? Hármat. Amúgy nagyon szép hely ez, ez a kis, ez a kis folyó itt. Oda, na, tövébe, vagy valahol. Oda dobta magam, oda. Mindegy. Nem mertem nagyon meglendíteni, mert biztos, hogy bedobom a tizébe. Oké. Na, összeszedjük itt a dolgokat, itt tényleg van minden. Mindenben van, ott pedig már mennek a kukacok, úgyhogy azokat szépen mindjárt lezárom. Normálisan csinálunk egy kis rendet. Na, jelentkezünk, ha valami van, jó? Sziasztok! Kis törpe? Aha. Az is nagyon lehúzta. Mondtam neked, adjál rá a resztéket, látod? Jó, de ez nem egy nagy hal. Az is valami. Kapja, kapja, kapja. És? Láttad? Láttam. Nagyon elvitte. Sok hal oda ment, hogy betettél, látod? Hát, figyelj csak, mit fogok mindjárt. Na nézzük. Elviszi a figyelmet. 5 másodperc egyébként neki. 5, 4, 3, 2, 1, és mindjárt. És semmi. De hát már lehette róla. Nem, ott van az, még csak viccelődik. Ja, jó. Meghúzom egy picit. Aha. Majd most figyelj. 3, 2, 1, munkolj. Látod? Uh-huh. Igaz. Nekem is kapásom van. Mi? Nekem. Neked is? Uh-huh. Tényleg? Igen. Menjek? Még nem kell. Uh-huh. Itt a hal. Nesze, mit mondtam? Az itt, hogy hazudok. Hey, igen, gyere. Neked? Tudom, csak hát nem tudok kamerázni is, meg becsázni is. Azok olyakra beeresztette neked. Ha már tigeret vettelek. Mindenki fog én egy pontyot, azt mondjuk hozzá. Vágjál be neki. Na, még nem. Várjuk. Szerintem rajta van. Most. Bum! Ugye rajta van? Ugye mondtam? Nem az? Nem. Mi az? Semmi. De lehette? Le. Nincs rajta semmi. Rakjál rá nekem. Na hát én ezt fogtam, itt vergődik.
törpe harcsa, újonnan. Mit fogtál? Egy nagy cápát. Elegem van már. Gyerekek, nagyon sok törpe harcsát kifogtunk, csak nem videóztuk le. Rengeteget. Én már kukoricát raktam rá. Hát, ha arra nem fog törpe jönni. Én is rakok rá most kukoricát. És megnézzük, hogy erre mi fog jönni. Kíváncsi leszek rá. Na nézzük, bedobjuk. Úgy, félfenéken vagyunk gyerekek, félfenéken. Az asszony is fogott már, vagy hatott. Hát van kapás, nem kevés. De ezek mind ilyen picik, úgyhogy ő is kukoricára vártott, én is. Igen. Így van. Várunk még. Ó, nagyobb. Ha nem jön, kárászok, vagy valami, akkor megyünk a következő helyre. Nem várunk sokat. Így van. Na gyerekek, ez hol szeret ez? Hol szeretett rakott rámia. Eltűnt az úszó? Igen. És ennyi volt. Di! Esett az úszó. Azt a leszakadt gyerekek! Ott úszik, hol van? Ó, Isten! Megkeressem, ott úszik. Most vettem az úszót. Ezt, hogy sikerült ezt így megoldani? Hát, a szelet is oda. Az úszó is oda. Közben. Próbál kihorgászni. Én nekem azóta sincs kapásom. Minek ott az úszója? Hol van ott? Az ott is pecázik úszót. Sikerül? Segítsek! Jaj, nem is jó lenne, ha nem ez lett volna. Mi lesz komám? Nézzük! Azt a petyát mindenek! Ez is egy kicsi volt. Ez is egy kicsi hal volt. Na mindegy. Ilyen jól tiladod? Valami megakadt valami gyerek, de nem tudom ki. Ez nagyon megy gyerekek, nagyon megy. Nagy? Hát elég, ha annyira megy itt az állat. Alig tudom visszafordítani. Menged babba korba. Alig tudom fordítani. Azt a mindenit, gyerekek! Ez nem kicsi! Gyerünk! Alig tudom fordítani, gyerekek, ez nagyon megy. Vékony a zsinór, úgyhogy... Kéne a szátiszon? Igen, mindjárt. Nem láttad, mi az? Ponty. Ponty? Ponty. De melyikre ment rá? A kis picre, a spicbotra. De jó, hogy ilyen a folyó gyerekek, itt tudok sétálni mellette. Jó, viszi, hát. Úristen. Szerintem segítenem kéne, nem? Jó, menj a szátér kamerába. Még jó, hogy hoztuk a nagy szákot. Jaj. Ilyettek, tudod? Éjszákol? Jó, csak igen. De... Várj, semmi nem fog mondani. El ne, engedd. Nem tudod írni? Nem. Várj, nem fáradt. Segítek.
Székony gyerekek, szép. Nem merem nagyon húzni, mert vékony a zsinór, gyerekek, vékony. Ez tényleg szép. Tőpont lesz. Milyen ügyes, hogy látod. Ez tőpont lesz. Krisztával fogtad? Igen. Egy picit jönne elré. Na, ez az. Ez is van. Ügyes voltál. Megvan, gyerekek. Megvan a pontyocskánk. Azt hittem a hal szeretne ment rá valami. Nem. Megvan az első pont, gyerekek. Hú, de szép. Gratulálok. Köszönöm szépen. Hú. Azzal a kis bottal. Megvan az első kis pontyunk. Tessék megnézni. Nagyon gyönyörű, szép kis ponty. Ez egy igazi vadvízi pont, gyerekek. Te nagyon ügyes vagy. Most már el is szúrjon horgász. Látod? Látod? Már elhiszem. Aki tud, azt tud. Nézzük az akadást. Gyönyörű szép akadás. Itt van benne, gyerekek, itt van benne. Ennél szebb akadást nem is láthattam volna. Ugye, hozzá nekem is kapásom van amúgy közben. Tényleg? Igen. Jó, úgyhogy jövök. Ha. Gyerekek, nem tudtuk nektek levenni, de Emil akkora halat. Nézd, ne. Kirázott a hideg. Hogy? Ha nem volt a 8-10 kilós, akkor sem ennyi. Gyere, nézzétek, ne. Elszakította szerelék, az egész szerelék. Szerelék, úszok, minden, bam. Szétszakította. Ha nem volt a 8-10 kilós, akkor egy sem ennyi sem. Ezt nem hiszem el. Nem. Mit mondtam neked? Lett. Az isteni. Az úgy megindult, gyerekek, hogy fú, öröm volt nézni, csak be egy bűle is szakadt. Abban a pillanatban, ha nem volt, hogy 10 kilós, akkor sem ennyi se. Mit mondtam neked, hogy itt vannak, látod? Igazad volt. Rakjál rá nekem is kukoricát. Mert ez most kukoricára ment rá. Ez biztos valami nagy ponty lehetett. Istenem, vagy amúr volt. Ez szerintem amúr volt. Lehet, úgy indult, mint a torpedó. És nézzétek meg, az úszómat, szerelékemet, mindenemet elvitt. El, és nem is látszik a vízből. Ahogy beakasztottam, merre mehetett? Ahogy beakasztottam neki, begörbült teljesen így a bot. Azt már pukkant is el minden. Ennyi volt. Piu, csik. És már el is pukkant. Ez mi van? Úgyhogy... Ez komoly volt, gyerekek, most ez nagyon tényleg brutális volt. Ez, ha nem volt, hogy 8-10 kilós, akkor sem ennyi se. Az biztos is. 8-10 kilós. Mondtam neked, Niki, hogy ezek rajba úsznak, rajba vannak itten. Nekem mégsem egy rá semmi. Pont most volt kapás, hogy hozzányúltál. Tessék, le is ette neked. Rakunk rá tengeri kukoricát. De ez a térdet is meg fogja szakítani, mert 25-ös. Ha rámegy egy ilyesmi, akkor kampec lesz neked is. Beszakad? Hát nem, a szakíts, hát a tépi el a zsinórt, nem szarozik. Ki tudja, mert nagy halak, mászkálnak rajtam, nagy halak vannak itt. Hát. Bárcsak a kamerát tudtam volna, gyerekek, a kamerát tudtam volna, akkor pont elindítani. Hát igen, mert az előbb itt sok kis törpe volt, és azért nem igen. Indítottuk igen. El, mert úgy voltunk valahogy ez is kis törpe kapás. Igen, mondom, ez is kis törpe kapás, de megláttátok volna. Hát ez egyszerűen... Aki horgászik, az tudja, hogy milyen idegesítő, meg milyen dolog ez, hogy mikor beakaszt az ember neki, érzi, hogy egy hatalmas nagy Godzilla van a horogon, és egyszerűen, amikor megindul, és akkor paf, pukkan a zsinór. Ez biztos húzza magával az egész szereléket. Gyerekek! K8-an vagyunk, hogyha nem mondtam volna még nektek. Igen. K8 csatornáján. Valami rémisztő, ami itt megy. Rémisztő. Amarra hatalmas csapások. Ez biztos is, hogy durva. Most azt fogom, még ilyet nem is láttam. Azt fogom csinálni, hogy erre fogok kötni egy horgot. Ez egy 35-ös damél. Ennek bírnia kell, ez pedig egy, mondom nektek milyen bot, Protect bot, ez egy nagyon erős bot, úgyhogy várunk még gyerekek, én lehet azt gondolom, hogy beindulnia. Lehet, hogy most kezd beindulni, valami,
Hát ha nem volt a 8-10 kiló sebb, hát gyerekek 6-7 kilóig bír a Tamir. 6-7 kilóig. Hát ez lehet még volt 20 kilós is, ki tudja. Azt hittem már meg lesz, pedig kezdtem ülni. De mit mondtam neked? Mondom, figyelj meg, mondom, itt lesz a többiek. A többiek is itt lesznek. Igen. Kötök rá. Igazad volt. Forgott gyerekek, jövünk vissza. Itt van gyerekek, itt van, itt a másik, megjött. Megjött a másik gyerekek. Két kukorica. Kettő kukorica gyerekek, szépen megy, kettő kukorica. Tőpont. Hozom a szákot. Merre van már ez a... Nézzék. Kettő kukoricára jött gyerekek. Nem tudom, a féket azt nem mindenki akar megindulni. Na hát egy pontyinvázió van. Hopp, nem jól lakott. Nem jól. Nem jól lakott neki a horog gyereket, nem jól lakott. Gyere, gyorsan neki. Ne rakja. Gyorsan. Mielőtt elmegy. Ah, gyerekek. A hasába akad bele, hogy láttam. Így egyedül nem jó, nem? Jó lesz. Ó, ha elengeded, beruglok a vízbe. A szárnyába akadt. Megvan? Jaj. Hát ez nagyobb, mint a másik. Megvan. Nem az be van indulva, hanem kicsit. Gyerekek, gyönyörű szép pont, nézzük, hova akad be. Azt a mindeni gyerekek! Ezt sasoljátok! Ez nagy szerencséd volt. Szerintem ez belefordult. Lehet, igen. Ez belefordult. Valószínű. És ez biztos nem ment volna. Ez úgy belakad, gyerekek, hogy alig tudom kiszedni belőle. Tessék megnézni. Megérkezett a másik gyönyörű szép pontjunk. Ez tényleg nagyon szép. Hát valami csodás. Olyasmi nagy, mint a másik volt. Igen, egy kicsit nagyobb tőle. Valami csodás. Az előzőt sajnálom, gyerekek, ami a szerelékemet elvitte. Az valami kapitális méretű lehetett. Nagyon nagy. Na vagy indulva? Gyerekek, ez valami csodálatos ez a nap. Én úgy gondolom, hogy az eredményekben gazdagak vagyunk most. Hát sajnos az asszony nem fog, de elég, ha én fogok, vagy fogsz te is. Az gúnyolódol. Ne csak viccelem. Én annak örülök, hogy te fogol, meddig én fogtam, de. És neked is kiáll egy kis szerencse most. Na gyerekek, hát én azt mondom, hogy nincs megállás. Két szem kukorica. Tehát az első pont, mondanám, az első pont, gyerekek, gilisztára jött. A második pedig kettő kukoricára, föltűzve. Hát nagyon boldog vagyok, megmondom őszintén is, még nincs vége a horgászatnak. Nézzük, mi lesz. Középen nagyon bugybarékol a víz. Igen, remélem nem tett le is. Nem egy darab kapásom sincs, gyerekek. Emil azt cserkedi ki fel a pontjukat. Gyerekek, itt a harmadik pont, gyerekek. Harmadik, két szem kukorica, ura. Ez nagyobb, nem? Ez már egy kicsit nagyobb lesz. Hozzam a szákot. Nem, még nem.
próbáljuk megfordítani. Ez már nagyobb, gyereke. Hopp! Ez már nagyobb. Elengedd. Hát én nem engedem el. Nem akar erre fele úszni. Nem akar, ez most nagyon megy. Milyen szerencsésnek. Ó, gyerek, egy tükrös. Tükörpont. Tükörpont. Nézd. Jó, aztán... nem utogasd annyira, amit ha kiszedted. Hozom a fákot. Belenesz a vízbe. Ú, ez tényleg szép. Nézd, akkor csergeti ki fel a szintjüket. Itt vagy, gyerekek. Jó, gyerekek, ez gyönyörű. Ezt nézzük, te gyerekek. Azt a betán. Jó, az jó nagy. Oh. Gyerekek, kettő szem kukorica. Gyönyörű szép. Nagyon szép. Gyönyörű szép tükörpont. Nézzétek! Nézzétek! Azt a nézzük az akadást nézzük. Hát ez nem tudott volna elmenni, gyerekek, nézzétek, hogy megakadt. Hú, gyerekek! Ez aztán a mai nap egyszerűen valami észbontóan nagy sikerekkel arat. Már akinek? Hú! Úgy látszik, erre a fenekezőre nem akar semmi se jönni. Én mindig is úszós voltam. Jaj, mert most az úszóra ráment. Gyerekek, ez a pecázás. Tehát ez nem víztározó, ez egy vadfolyó. Aki vadfolyóból ilyet tud, az nem rossz. Azért. Látjuk, mert van egy kedvény. Hány kilós körülbelül? Körülbelül 3. 3? Ez olyan 3 kiló körül van. Otthon hagytuk a kiszedőt, pedig ott van, a fiókba. Mi? A kiszedő, porok kiszedő. Közben már agyonra csíptek a szúnyogok minket, amúgy. Gyerekek. Semmit nem ér az a... tükörpont. Gyönyörű. Gyönyörű pont, gyerekek. Be is dobom. Hova? Vissza? Vissza. Nem. Mármint a izét. A szereléket. Ja. 3 pontot fogtunk együtt. Eddig nézzétek meg, gyertek. Három pont. Mindjárt cserélünk vizet. A halacskákon. Egy pont. Hó, hát ma lehet, nem kell cserélni. Egy pont. Két pont. Az nagyon szép. Majd csak egyforma adjuk ezek. 3 pont, gyerekek. Annak nagyon kigúvadt a szemem. Igen. Nagyon úgy. Na dobjuk vissza. Egyre nagyobbakat fogunk. Egyre nagyobbakat. Igen, igen. Na gyerekek, elindultunk haza, mert a gyerekek sírnak otthon, Emil az bedurcázott keményen, úgyhogy most haza kell menjünk. Pedig már nagyon be volt indulva, hogy fogja a nagy halakat, úgyhogy sajnos ez van. Nehéz tíz, már fogtál 3 pontot, elég a... Nem mondod semmit? Nem.
Elegem van, érted? Elegem van, nyugodtan, soha nem pecázatok, nyugodtan. Hát most nyugodt pecázásod, nagyon nyugodt volt ez a pecázás. De már most indultam volna befele. Ne induljál már befele, már mindjárt sötétedik. Menni kell haza a gyerekekhez, sírnak el. Jó, nagyon nagy bajuk lesz a mamájuknál. Hát most kicsik még hiányzunk nekik, tudom. Na mindegy, gyerekek. 100 szónak is egy a vége, jó volt a mai nap, szép 3 pontot fogott Emil. Én fogtam sok törpeharcsát, amit visszadobtunk, mert nagyon kicsik voltak. Most meg már megyünk haza, úgyhogy remélem tetszett nektek a videó. Sziasztok! Szép estét, délutánt ki, mikor nézi. Nem köszönöm, szépen. Sziasztok!